Annyira jó. Jó, gondolom ezt már 80 milliószor elmondtam, de akkor is tök jó az a játék. Mondjuk aki ma, aki eddig végignézte ezt a sorozatot és már ideig eljutott, tehát szerintem már szerintem neki is tetszik. Szóval annyira... Most itt mibe akadtam el? Come on, Roach. Nagy semmibe elakadtam. Jó, hát vannak hibái, tehát igen, tehát miért ne lenne, mindegyes játékban vannak hibák, de értitek, tehát a hangulat, a zene, a játék, a történet, a karakterek, minden egyéb, annyira jó benne, hogy ezek a kis pici kis bugok, ezek a pici kis problémák, azok olyan, nem is figyeli az ember, inkább röhögök rajta, tehát inkább aranyosak. Most az, hogy keszeg is elkezd röpülni a levegőbe, hát nagy kaland. Igazából azt mondom, hogy vicces. Ó, ma megint. Változatosság kedvéért. Egyedül vagy? Ezek szerint. Jaj! A végén még meghalok. Na, akkor most megint várunk egy picit. Keresjük a levélben említett helyet. Mi van? Csak lootoltam egyet, hát nem kell félni. Most... mitől ijedtek meg? Hát ne aggódjatok, itt vagyok. Rivei Geralt, Witcher. Ezek a mai emberek, komolyan. Mai fiatalok. Eljövünk ide a torna területére, aztán úgy megyünk. Igazán most ez a legközelebbi gyors utazópont. Bár mondjuk nem vagyok benne biztos, mert szerintem itt a közelben is kéne, hogy legyen egy gyors utazópont. De ezek szerint még nem találtam meg. That's it, Roach. Lehet, hogy nem is fogom a végigjátszás során megtalálni. Majd lehet akkor, amikor majd magamnak játszom. Ó. Mi ez a sok X? Oh, az igen! Szevasz, párduckoma! Szóval ettől jöttek meg itt a falusiak. Ciki! Velem nem lehetem cseszekedni. Szarvasbőr, szóval leölted a szarvasokat. De megenni már nem akartad őket megenni, mi? Fura. Run, Roach. Mondjuk nem tudom, hogy a CD Projekt Red az mennyire nézi az én végigjátszásomat, de hogyha majd lesz következő játékotok, ami biztos, hogy lesz. És ilyet akartok berarakni, hogy páduc meg megeszi a szarvasokat, ugye leöli a szarvasokat, akkor tegyetek már bele egy olyat, hogy leöl egy szarvast, akkor az a páduc azért az úgy kezdje már el páducként viselkedni, hogy tényleg nem azért ölje le, mert ellenség, hanem azért ölje le, mert mondjuk éhes, és mondjuk ott marad, és mondjuk elkezd bele lakmározni. Mondjuk erre még szerintem senki nem gondolt így játékfejlesztők szintjén. Van itt egy ilyen Lidérc gyors utazó pont, semmi probléma nincsen, és valami úton módon most nem jön be a térkép, de az is szépen lassan betöltődik. Na jó. Hát jó, vagy picit akadozik a történet, hát mit várunk? Rá van kötve a preps persze, hogy akadozik.
Jók ezek a töltések amúgy. Mert ilyenkor tudok önteni magamnak itókát. Ja, igen, tényleg erre nem megyünk. Nem akarok még belekezdeni a fő sztoriba. Come on, Roach. Mondjuk ahogy nézegettem, állítólag ez ilyen 10 órás a fő sztori. Csak a fő sztori, úgyhogy a mellékültéseket azokat úgy elhanyagolod. És így mondom, wow. Tehát gondoljatok bele, 10 óra a fő sztori, akkor mennyi lehet itt a mellékületéses történet. Hello, mi? Mi van veletek, semmi? Ja, hogy itt a falu, ja, ja, nem tudtam, mondom, hát, mondom, hol van a falu? Megnézzük azt a hirdető táblát, jó srácok, lányok, aztán megyünk tovább. Come on. Frankolarc. Új jelző, új hely. It matters not that a man's as fit as a fiddle. What a brute! Hol van az a jelző? Ah, most ezt még egyszer? Aha, oké, arra. Északnak. Unbeatable bargain. Preferential financing from the. Na, elvileg valahol itt. Hát gondolom, itt a fogadó, akkor, akkor itt kell legyen. Ja. Logikus. Jó, semmi új mellékküldi nincsen. Felderítetlen helyszínek azok megvannak. Úgyhogy hát a kérdőjeleket ugye most betöltött a történet. Tyúha! Azért itt vannak azért dolgok. Na. Akkor útközben megejtjük ezt. Mondom, megejtjük ezt. Úgy. Lehet, hogy elemet kéne cserélnem az egérbe. Mint hogyha kezdene rakodszatlankodni az is. Bocsánat! Révői Geralt. Még mindig. Gyereke szeg, azt megyünk szépen tovább. Hát ez gyönyörű volt tőlem. Na mindegy. De remélem, hogy már nem ilyen izé spórás dolgok lesznek, tehát valami új szörnyet szeretnék, vagy... Nem tudom. Ezeket a spóra szörnyeket már kezdem egy kicsit unni. Főleg így, hogy leütem egymás után már 50-et. Na végre, valami új! Szevasz! Óriás száz bábú. Ja, hogy ketten vagytok? Már úgy miért is nem, tehát úgy nyugodtan. Ez gyönyörű volt. Remélem elkaptad az Ignit. Hát ezt nem hiszem el. Persze! Tök valószínű! Na, azért a pofátlanságnak is ezért van egy kis határa. Kis szemétládák. Na, hogy né. És köszönjük visszat. Szerelmes levél Bellad a Gunnistől. Meg gárd is a csizma. Hát srácok, lányok, aki szeretné, azt szerintem olvass el. Majd én is el fogom olvasni valamikor. Úgy né. Csak 20 TP-t kaptam érte, az igen. Az nem sok. De legalább kevés. Na mindjárt szintet lépünk, teljesen jó.
Aztán majd nekik kéne kezdeni ezeknek a... nagy mutációknak, vagy mutálódásnak. Kicsit bele kéne mászni. És most szerintem lesz elég izém képzettségpontom. Főleg, hogyha most szintet lépek. Akkor kettő az már biztos, hogy lesz. Meg hogyha még találnék egy erőhelyet is, akkor lenne még több. Na de nézzük csak. Wow. Hú, de megváltoztak a színek hirtelen. Na. Ezt most figyelitek? Nem tudom, hogy videó keresztül is mennyire látszódik, de most nézzétek a házat. Most tök szürke. Lejjebb hozom egy kicsit a kamerát, és megváltozik a szín. Fura. Érdekes. Na szóval. Nézzünk körbe. Van-e valami extra. Zárva van mi? Persze, hogy zárva van. Miért lenne zárva? Hát... Mindenki borászatból él, mindenkinek sok pénze van, tehát ez zárra persze, hogy telik. Végülis tök logikus. Alkimista, higany, por, meg minden egyéb. Megint beszürkült az egész. Fura. Vagy csak a tévém szórakozik. Ez is zárva. Na, akkor nézzünk itt körbe. Vagy itt van valami lejárat, vagy ajtószerűség. Kutasd át a raktárat. Mert ez nincsen zárva. De ki van nyitva kulccsal? Jaj, hát akkor... Jaj. Szovi. Nyomni kéne egy-két gombot. Nem? Ja, de ez már nem jó az én kulcsom. Na, szóval ott tartottunk, hogy... Nagy a csönd. Nagy esők jönnek, de én meg elindulok. Aranykanál, csiszolt kanál! Kanál gyűjtemény, hát... Teljesen jó. Volt a kölykök a 402-es tamteremből, ott volt egy lányzó. Egyik szereplő, azt hiszem úgy hívták, hogy Polly. Nagy kanál őrült volt. Tehát kanál. Jaj, mekkora mi vagy te? Na azért kezdjük ott a történetet, hogy ezt. Jó. Fájni fog. Támad már Geralt, hát ne idegesítsél fel. Na most hova lettél? Na most komolyan, most hova lett? Fogta magát, azt lelépett, vagy mi? Jaj, vannak gondok. Na jó, csináljunk egy olyat, hogy kifutunk. Na, abban marad a harci zene? Hogy... Mentünk egyet. Mert megjavítom a kardomat. Remélem, hogy nem akad be. Még csak az kéne. Jó, a helyes visszajött. De szerintem egy picit beakadt a rendszer. Aj, már meg. Na végre. Játszadozunk itt egymással.
Zsinek festék. Na ez itt micsoda? Spore saplings. Takes a degenerate to cultivate something like this. Need to incinerate them before they spew spores and spread. Van még? Oh, hogy ne lenne? Király. Elérhető pont 3? Oké. Na, még mielőtt itt ezt a pirosat fölvennénk, előtte nagyon körbenézzünk. Na, hogy az legyen, hogy itt hagyok valami értéket. Jól van. Még hirtelen beindul majd valami. Leltár jelentés. Na, akkor olvasó óra lesz. Na szóval. Leltározás helyszíne Szúcsohó keltető, kódneve Gombafarm, Teshám Mutna közelében. Tulajdonos leltározás megbízója Vladimir Crespi Gróf. WC, ja. Szóval a leltározott állomány Szúcsohó gumók, latinul az, darabszám 6 szúnyadó gumó, 24 rügy, hajtások nélkül. Változások a legutóbbi leltározás óta, mínusz 12 gumó, 6 darab átszállítva koronátára, Crespi Gróf utasítására, darab átszállítva Vermintóra, Crespi Gróf utasítására. Megjegyzés a margón, fontos. Néhány gumó jelleg túlfejlett, hogy biztonságban szállítható legyen. Ezeket el kell égetni, különben kihajtanak a keltetőben. Letter proves Count Crespi's behind the sabotage at both vineyards. Gotta tell Matilda and Liam. Király, király, király. És remélem, hogy mind a kettőtől már kapom a fizetségemet. Az egyiktől 700-ot, a másiktól 750-et, azt hiszem. Mekkora királyság lenne. Na, amíg ezt gyorsan megcsináljuk, az utána... Megint miért? Miért váltakozik? Szürkés? Szürkésebb? Itt meg most izé, világosabb, tehát fura. Nem értem én ezt. Na, ti kik vagytok? Belém kötözködők? Na, remélem, hogy nem. Nézzük már el erre, hogy itt mi van. Come on, Roach. Hát, van itt egy gyors utazópont. Vagy nem. Hát... Vagy... Lehetséges, hogy itt van a izé. Az egyik Witcher páncélszett. Something wicked here. It's in the air. I can smell it. Gonoszság. Jelző. Ja, rom. Mint olyan jelző. Itt valami mocorog. Bánsi. Az igen. Végül is fel, gyere csak! Nyugodtan hozza haverjaidat is. Mint hogy egyedül nem lenné elég nekem. Szerencső, nem támadsz olyan sokat. Vagy hát nem csapsz olyan sokat. Sicky.